A hivatalos átadáson június 4-én Bóta Géza polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője emlékezett a trianoni békediktátum évfordulóján. Mint mondta, amikor a Nemzeti Összetartozás napjáról beszélünk, akkor az év 365 napján egyértelműnek kell lennie, hogy kik vagyunk, kik azok a magyarok, bármilyen határon innen és túl éljenek is. Hozzátette, ugyanakkor különleges nap ez az idei június 4-e, mert ünnepnap is egyben pünkös napja. Az esemény megemlékezés része a kőből kirakott Nagy Magyarország emlékműnél zárult, majd hivatalosan is átadták a három pincesor találkozásánál épült noszvai borplacot. Szabó Péter, a polgármester külön megköszönte helyi lakosok, vállalkozók segítségét, hiszen ezt tényleg a közösség építette. Volt, aki követ adott, volt, aki a cserepet adott hozzá, volt, aki a munkaerejét adta hozzá, volt, aki felvágta a köveket, volt, aki lerakta ezeket a köveket, hogy ezek a gyönyörű placok kialakultak, volt, aki a tereprendezésben segített. Tehát számos részen tudtak bekapcsolódni a noszvaiak ebbe. Aktívan 20-25 fő vett részt a mosdó, a tároló, az 53 négyzetméteres ülőtér, a kemence és bográcsozó hely kialakításában, illetve a tereprendezésben, de volt olyan vállalkozó, aki pénzadománnyal segítette a projektet. Amikor ez elkezdődött a tervezés, én már akkor jeleztem az önkormányzatnak a képviselőtestület részére, hogy nagyon szívesen bekapcsolódnék majd a tereprendezésbe, a gépi fölmunkával, és ők a megfelelő időben megszólítottak, és mi akkor jöttünk és segítettünk. A beruházás értéke 17 millió forint, de a segítségnek köszönhetően a felénél is jóval kevesebb volt a tényleges költség. A borplac első nagy eseménye stílszerűen a Noszvaj-Szomolya hegyközségi borverseny eredményhirdetése volt. A zárt borbírálaton 63 bort vizsgált a bírálóbizottság. Ezeket aztán a vendégek meg is kóstolhatták, együtt az erre az alkalomra készült finomságokkal együtt.